Igazából nem tudom, hogy ki miért szeret itt élni, én azt tudom, hogy én miért szeretek. Tudunk közösségbe gondolkozni, ez a közösség azért még vitákkal terhelt, de pont ez a jó, tehát beszélgetünk egymással, nem egy vélemény van, és csiszoljuk egymás gondolatait, és ezekből a gondolatokból teljesedik ki valami jó. Ha már itt élek, akkor bele is szeretnék rakni ebbe a környezetbe. Ezt máshol nem annyira érzem. Itt inkább eljön egy pár év után a segítőkészség, a segítőkészségre meg iszonyatos sok példánk van. Azt hiszem, hogy nagyon nagy szerencsénk van. Tehát tulajdonképpen szinte minden rendelkezésünkre áll. Tehát vannak iskoláink, vannak pihenési lehetőségeink, vannak ember-ember közötti kapcsolataink, és van egy fejlődőbe lévő környezet. Az én nagyapám volt itt a Széher úton az egyik első, aki házat épített. Pont akkor építkezett, amikor a Szent Ferenc kórház is épült. Mindenünk megvolt, tehát megvolt a nagyvárosi életérzés, amikor a Margit körútra mentünk, és megvolt a vaddisznó, aki bejött a kertünkbe este a lepotyogott cseresznyét megenni. Azt gondolom, különben gyereknek a második kerület az egy fantasztikus hely, most is.